Én először az Ádámmal a vasárnapi gyerekekben játszottam együtt, mint beugró dobos, de már korábban találkoztunk különböző koncerthelyszíneken, meg különböző közös ismerettségek során gyakorlatilag elkerülhetetlen volt, hogy egyszer biztos zenélünk valamit együtt. És aztán igazából az első ilyen konkrétan közös munka az egy portás tánc előadásnak a zenei részének a közös megoldása volt, ami tartalmazott sok szabad zenélést a táncosokkal, egy ilyen nagyon jó, majdnem fél éves periódus volt, egy jó barátság is kialakult közben, és hát nagyon sok téma maradt még úgy bennünk, ami nem került bele az előadásba, és akkor igazából így alakult ki talán az ötlet, hogy ezeket koncertformájában is megpróbáljuk valahogy előadni, meg a duó forma az egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Az Ácsival való munkában az volt a jó, hogy közel egy éve kezdtük el dolgozni a tánc előadáson is, hogy egy teljesen organikus próba folyamatból születtek ezek a számok, tehát nem feltétlenül az jellemző, ami közös munkákhoz, hogy valamelyikünk hazamegy, megírja a számot, megérkezik, akkor ezt így és így eljátszuk, hanem nagyon sok, tehát a táncelőadásban is, meg a mostani koncerten majd elhangzó számok is nagy arányban úgy születtek, hogy kísérleteztünk. Felismerhetőek benne feldolgozások gyakorlatilag, vagy olyan dolgok, amiből inspirálva, de meghagytuk végül az eredetit. Ádámnak van benne 2-3 témája, azt hiszem, ami a saját, illetve hát tagolt lesz, de nem sok szünettel.